Sziasztok! Szóval az van, hogy egyrészt Muffin megint nem rakja le a sípolós malacát, másrészt pedig ez a napom egy darabig úgy sehogy sem alakult, aztán pedig teljesen máshogy alakult, mint gondoltam volna. Délutánra lett volna a programom, de mégsem lett, úgyhogy úgy döntöttem, hogy most leülök videózni, és kihasználom azt, hogy van ez a két lámpa, és igazából kint már teljesen sötét van, bent én viszont még remélhetőleg megfelelő fényviszonyok között tudok videózni, és a mai videó témája a nyári neszeszerem lesz, ugyanis nyár óta azért nem pakoltam ki ezt a neszeszert, hogy egyszer majd végre elmondhassam nektek, hogy milyen sminktermékeket is vittem magammal Bulgáriába, mert hogy arra a nyaralásra tényleg csupa-csupa bevált kedvencet vittem, és szerintem azért elég minimális szinten tudtam tartani a mennyiséget, ugyanis az összes sminktermék ebben a neszeszerben volt, és mindössze néhány darab ecsetet vittem magammal, direkt olyan alapozót vittem például, hogy ne legyen szükség ecsetre, vagyis egyetlen egy ecsettel vagy kézzel is el tudjam dolgozni. Szóval így ezt gondoltam, hogy bemutatom. Az ecseteket már kipakoltam, azóta is ki is mostam, úgyhogy őket nem fogom tudni megmutatni. Viszont ez a neszeszer szó szerint azért várt így egybepakolva nyár óta, hogy nektek tudjak róluk beszélni, ami benne van a tartalmáról, és használtam belőle néhány dolgot, de mindig visszapakoltam, hogy meg tudjam mutatni, úgyhogy szerintem ne is szaporítsuk tovább a szót, vágjunk bele, és lássuk, hogy mik voltak azok a kincsek, amelyeket magammal vittem repülőn Bulgáriába. Nos, mint látjátok, maga a neszeszer egy Pixi Bagnek a neszeszere, ugye a Pixi Boxnak van egy ilyen drogériás kiadása, ez az úgynevezett Pixi Bag, és mindig valamilyen nagyon-nagyon aranyos kis neszeszert találnak ki, most itt éppen egy kaktuszos volt, és a kaktuszok, a flamingók és egyéb ilyen nyári jellegzetes motivumok, így a tavalyi évben nagy kedvenceimé váltak, úgyhogy ez a neszeszer is nagy-nagy kedvenc lett, és egyébként egy teljesen jó méretű neszeszer, nagyon sok minden belefér, akár ecsetek is egyébként. Már arra példa, hogy amikor mentem sminkelni menyasszonyt, akkor egy ilyen neszeszerben vittem az ecseteket. Na és akkor lássuk, és próbálok sorban haladni, ahogyan sminkelnék. Elsőként, amit felvinnék, az egy alapozó lenne, és egy nagyon jól bevált szuper terméket vittem magammal, a Kella Pudernek a stickjét, ugyanis a száraz bőröm ellenére is teljesen jól bevált, és a színe is nagyon szokott hozzám passzolni egyébként szinte minden évszakban, és nagyon-nagyon egyszerű használni. Ugye nagyon odafigyeltem Bulgáriában az erős napsütés miatt arra, hogy fényvédő legyen rajtam mindig. Egyébként nagyon ritkán sminkeltem, talán összesen két alkalommal, mert hát nem az volt a lényeg ott, hogy én ki legyek sminkelve, de azért, amikor elmentünk mondjuk este vacsorázni, akkor odafigyeltem egy kicsit, és egy enyhébb sminket feltettem. Ha meg tudom keresni, akkor meg fogom mutatni azt a képet, az egyiket, amelyik ott készült a sminkemről, hogy lássátok, hogy mégis miről volt szó. Na de a lényeg az, hogy ez egy nagyon-nagyon egyszerűen használható, tehát a fényvédő után csak így felrajzolok az arcomra valahova, így néhány helyre egy-egy kis pacsmagot belőle, és ezután egy nedves ecsettel szeretem eldolgozni. Ezt a trükköt egyébként rég a barátnőmtől tanultam, aki elvégzett sminkes iskolát, és valóban nagyon jó az ilyen stick jellegű termékek eldolgozására, hogy nedves legyen az ecset, egy icipicit meg legyen nedvesítve, és kabukit használtam, egyébként Kella Puder kabuki volt velem. Én nagyon-nagyon szeretem ezt a márkát, rendkívül jó összetevőkkel dolgozik, nagyon jó minőségről van szó, szerintem sokkal jobb, mint a meg például rúzsok terén, úgyhogy ajánlom figyelmetekbe, hogyha még nem ismernétek. Tehát ez volt az alapozó, és ezt ugye elköveti természetesen a púderezés, hiszen a száraz bőröm ellenére nyáron azért főleg szükség van arra, hogy fixáljam a sminket a helyén, hiszen izzadok, ez van, meleg van, izzad mindenki. És az Essence Get Picture Ready púderét vittem magammal, amely egy translucent, vagyis áttetsző jellegű termék. Ez a 10-es selfie finish árnyalat, és a rendkívül jó púderről van szó, ugyanis, hogyha itt az orcák táján ilyen sodró mozdulattal viszem fel az ecsettel, akkor a pórusokat áthidalja, és sokkal kevésbé láthatóak a pórusok, ami rendkívül fontos számomra, úgyhogy nagyon szuper termékről van szó, és nem tudom, hogy kapható-e még, de nagyon remélem, hogy nem fogják kivonni, mert tényleg az egyik legjobb drogériás púderről van szó, ugye elérhető áron, elérhető közelségben, nincs szükség rendelésre, úgyhogy ha még kapható, akkor ajánlom figyelmetekbe, a száraz bőrt télen sem teszi olyan túlságosan maszk hatásúan szárazzá. Púderezés után következik a kontúrozás, illetve pirosítózás nálam, és ezt a palettát vittem magammal. Ez Jean-Michel Basquiat emlékére készült Urban Decay kollekciónak a része, és nagyon-nagyon bevált nekem.
csodálatos, elve a csomagolás is ezzel a graffiti jelleggel, ugye Jean-Michel Basquiatnak ilyen stílusú alkotásai voltak, és van benne egy kicsit ugyan meleg szín, tehát alapvetően ez bronzosító lenne, de nyáron azért lebarnult bőrön abszolút kontúrozása is használható volt, tehát nem kellett külön kontúrozó terméket vinnem magammal. Két csodálatos pirosító, ezeket most is tudnám használni, csak óvatosan kell bánni a sötétebb színnel, hogy ne legyen bohóc hatású az arcon. És a highlighter életem egyik legcsodálatosabb highlightere. Erről tettem is ki színmintát az Instagramra, azt hiszem, mert annyira lenyűgöző. Megmutatom nektek, tehát olyan szintű fényességről van szó, remélem látszódni fog itt a nagy fény ellenére, hogy az valami hihetetlen, ugye arany jellegű az alapszíne, de ettől függetlenül nagyon-nagyon szépen mutat eldolgozva. Teljes mértékben bele vagyok szerelmesedve, tényleg az egyik legcsodálatosabb highlighter a gyűjteményemben, úgyhogy már csak emiatt is megérte ez a paletta, de egyébként a többi szint is teljes mértékben szeretem. Mondom, ezt a bronzosítót most inkább hanyagolnám, de a szemöldökömre viszont jó lenne, hogy a vörös hajamhoz stimmeljen, úgyhogy erre használtam, vagyis erre is használtam odakint a nyaralás során. Nagyon, nagyon jó paletta. Egyébként Edith blogjáról rendeltem, ez a Beauty Sale blog. Évek óta hű vásárlója vagyok, ugyanis tőle biztosan eredeti termék érkezik, nyugtával, mindennel, úgyhogy teljes mértékben megbízható hely, és Angliából nagyon sok mindent be tud szerezni, ami ugye nálunk nem kapható. Egyébként pedig tükör is van benne, bár nem ezt használtam, hiszen ilyen nyeklő-nyakló fajta tükör, de azért jól jöhet ez is, hogyha az ember meg tudja támasztani az asztalon valamivel. És egyébként ott az adott helyszínen nem tudtam megtámasztani asztalon, ugyanis a jó sminkelős fények az ablaknál voltak, ahol semmilyen ülő alkalmatosság nem volt, tehát még a párkányt sem tudtam használni, hanem oda kellett állnom, és ezért jól jött, hogy magammal vittem a Naked Basics palettát is. Ugye az Urban Decay-nek a Naked sorozata nagyon-nagyon híres, és alapvetően 12 darabos szemhéj palettákból áll, de a Basics és a Basics 2 csak 6 szint tartalmaz, és azért vittem magammal, mert rendkívül jó kiegészítő paletta színesebb palettákhoz, vagy fényes palettákhoz, amelyekben matt színek nem annyira vannak. Ugye van benne egy icipicit csillogó szín, amely a szemöldökcsont kiemelésére tökéletes, vannak benne az ilyen átmenet színek, van benne kicsit sötétebb mélyítő szín a mélyítő vonalba, és van egy koromfekete csodálatos matt benne, és hát ennek a tükre olyan, hogy ahogy az ember beállítja, ez úgy is marad, úgyhogy ebben sminkeltem az ablaknál állva, és hát ajánlom figyelmetekbe, hogyha valami nagyon alap, nagyon megbízható minőségű palettára vágytok, és mondjuk rászánjátok azt a nagyobb összeget, hogy tényleg jó minőséget kapjatok, akkor ez egy jó befektetés lehet, abszolút elégedett vagyok vele, és hát igazából ez már hosszú évek óta megvan nekem, és semmilyen minőségi változás nem állt be a púderek állagában, úgyhogy még így ilyen szinten is tartós és hosszú távú befektetés. A színeket biztosító paletta pedig ismét a Jean-Michel Basquiat kollekcióból volt, az Urban Decay kínálatából. Ez életem egyik legjobb befektetése volt, egyszerűen hihetetlen a minősége. Ugye az Urban Decay szemhéjpúderek alapvetően is jó minőségűek, ez tény, de azért vannak mellényúlások a mondjuk csillámos színeknél, hogy kicsit potyognak, vagy némelyik kicsit szárazabb. Tehát ugye alapvetően egy nagyon jó minőségű márka, de azért van olyan, hogy mondjuk egy-két szín egy palettában nem annyira tökéletes, mint a többi. Ennél nincs így. Ennél a palettánál az összes szín csodálatos, rendkívül könnyen és jól satírozható, együtt is jól működnek, tehát nincs olyan, hogy mondjuk két szín együtt egy ilyen ronda szürkés árnyalatba hajlik át. Rendkívül jó az elosztása szerintem. Ugyan nincs benne fekete, de ugye az előbb említett és mutatott palettában van sötét fekete, igazi koromfekete, úgyhogy ez sem zavar. Valamint ez a nagyon sötét kék, eléggé sötét ahhoz, hogy igazából ezt is tudom fekete helyet használni. Ez az aranyszín a világ egyik legjobb, legcsodálatosabb aranyszíne. Ezek a barnák, csillogó barnák egyébként hihetetlen, hogy mennyire szépek. Ez a mélyítő színként használható barna a vörös hajamhoz annyira jól mutat, hogy nem egy hideg barnáról van szó, hanem kifejezetten rozsdás a színe. Hihetetlen jó ez a paletta, tehát Urban Decay palettákból is, hogyha ugye az összes közül választanom kéne szemhéjpúderek közül, ez lenne az abszolút kedvencem, szia Máfé, szia! Szóval ez lenne az abszolút kedvencem, és van egyébként egy másik tagja is ennek a kollekciónak, egy színesebb paletta, most már az is a birtokomban van, arról még nem tudok nyilatkozni, még csak próbálgatom, hogy mi is a helyzet, de az első benyomásaim arról is rendkívül jók, és ez is ugye nyilván Edith blogjáról került hozzám, ajánlom figyelmetekbe, én úgy tudom, hogy még kapható ez nála. Hogyha tetszenek ezek a színek, egyébként szerintem jól kihasználható színek, akkor érdemes lehet ebbe befektetni, mert
hihetetlen ez a minőség, mondom, még az Urban Decay paletták közül is ez az abszolút top. És hogy ne csak beszéljek róluk, ugye itt a csodálatos aranyszín és annak a csillogása. Ez a barna olyan, hogy alapvetően matt, vagyis egy icipicit talán szaténos, de vannak benne aranyszínű csillámok. Ezek nem potyolnak le a szemről hosszú használat, vagy hát viselés után sem. Ez a legsötétebb szín benne, ugye a sötétkék matt, és itt van az a csodálatos rozsdás barna mélyítő szín. Hát szerintem eszméletlen jól összerakott paletta. Tényleg az egyik legjobb befektetésem volt, azért elég sok palettám van, és elég sok jó minőségű palettám van, de ezek a színek hihetetlenek és utolérhetetlenek. Annak ellenére, hogy megpróbáltam sorban haladni, ez mégsem sikerült, hiszen a szemhéj alapozóként használt termékek kimaradtak, és három szint vittem magammal, ez igazából feleslegesnek bizonyult, mert csak a középső árnyalatot használtam, de azért szeretnék róluk beszélni, mert mind a hármat nagyon-nagyon kedvelem, és nagyon jól beváltak szemhéj alapként, annak ellenére, hogy kifejezetten olajos a szemhéjam, és nagyon sokszor semmilyen szemhéj alapozó nem bizonyul elég jónak, tehát nagyon kevés olyan van, amelyik elég jó, és ezek azok. Igazából krémes szemfestékekről van szó, de alapként szoktam őket alkalmazni. Ugye először is a Catrice Stilo termékeiről van szó, és kettő szint vittem magammal, az egyik az Ich bin ein Perliner, nagyon szépen tudok németül, a másik pedig a Brown to Earth, és ezt a barnát használtam gyakorlatilag az összes sminkelésem alkalmával. Azt gondoltam, hogy esetleg az enyhe nappali sminkhez majd kell a világos, ugye az ilyen kicsit erősebbhez a barna, és hogy majd ezt a feketét használom esti sminkekhez, de annyira kevés alkalommal sminkeltem, hogy felesleges volt, viszont nem bánom, mert annyira könnyű termékekről van szó, és annyira picikék, hogy nem foglalták feleslegesen a helyet a bőröndömben. És a fekete az pedig egy Barry M. Eyeshadow Pencil, ugye ez is ismét csak egy krémes ceruza alakú szemhéjfesték lenne, de a festékek, a porállagú festékek színét lehet vele mélyíteni azáltal, hogy egy sötét alapot adunk nekik. Megmutatom ezeket is, hogyha már így beszélek mindenről és mindent megmutogatok. Ez a sötét szín, ez nem egészen fekete egyébként, hanem grafit szürke, egy icipicit szaténos beütéssel. A bronzos barna az egy nagyon szépen csillogó bronzos barna, és igazából önmagában is viselhető. A gyöngyszínű perliner pedig egy rendkívül harsogó, nagyon erőteljes gyöngyház szín, amely nagyon jól felerősíti szintén a színeket, bár ugye pont máshogyan nem mélyíti őket, hanem élénkíti azáltal, hogy fehér. És ezek a Catrice stílok egyébként a Müller drogériákban kaphatók, legalábbis én ott szoktam őket beszerezni, ilyen 1300 forint környékén, ha jól emlékszem, a Barry M. ceruzát pedig a Make Up Plaza-ból rendeltem, és már nem emlékszem az árára, de ki fogom nektek keresni, és a leírásban ott lesz a hivatkozás. Vittem magammal egyébként egy Psy Contour ceruzát is, ez Avon márkájú, és az árnyalat Pink Cashmere, valamint egy szemceruzát, szintén Avon, amelynek az árnyalat Jade Metallic, és a Psy Contourt nem használtam, abszolút egyszer sem, viszont a szemceruzát igen. Volt olyan ugyanis, hogy egy bronzos sminket készítettem a szemhéjamra, tehát fönt hasonló árnyalatok voltak, mint például most, és alulra viszont ezt a kis jáde zöldet vittem fel, és így egy jó kis kontrasztosság alakult ki, és ez a viszonylag lebarnult bőrömmel akkor így jól is mutatott. Ezeknek is megmutatom az árnyalatát, ha már így szóba kerültek, hogy lássátok. A Pink Cashmere egy rendkívül jó, általánosan használható szájkontúrszín, azért is vittem ezt, mert gyakorlatilag bármelyik rúzshoz jó lett volna alapként. Muffin egyébként nagyon szereti a szájtermékeket, és ilyenkor mindig ide kell jönnie. És a Jade Metallic pedig egy csillogós, csodálatos, kékes-zöldes, inkább zöld szemceruza, úgyhogy szerintem jók és kihasználható színek, és jó árban is vannak, és az Avon termékek alapvetően jók, például ez a kettő is abszolút bevált. Közben pedig megmutatom egy kidoromból éppen az ölemben, bizony itt van Schrödinger. Jaj, igen, jön a szeretett roham, jó? Tehát jön az átfordulás és az elfoglalás, a gazdit el kell foglalni, és csak vele kell ilyenkor foglalkozni. Most akkor ismét megpróbálok már valahogyan egy kézzel dolgozni, bár szerintem ez nem fog sikerülni, úgyhogy most tartok egy szünetet a videóban, kicsit kényeztetem Schrödingert, és hogyha úgy döntött, hogy elég volt már a szeretetből, akkor folytatom a felvételt. Itt vagyok újra. Szóval akkor még hosszabb volt a hajam, és össze is tudtam fogni hátul, úgyhogy erre szükség volt akkor, hogyha nem akartam hajat mosni, csak le akartam zuhanyozni gyorsan, illetve napozáskor, hogy ugye ne hagyjon nyomot a hajam a nyakamon, úgyhogy voltak nálam hajgumik, 3 darab. Mostanában erre nincs szükségem, bár most megint kacérkodom azzal a gondolattal, hogy megnöveztem a hajamat, de én ilyen vagyok, hogyha rövid, akkor hosszúra vágyom, és fordítva, de nem szeretnék túlságosan hosszú fazont, mert igazából élvezem azt, hogy látszik a fülbevalom, hogy nem kell szórakoznom
van bele ez, hogy most összefogjam, lelapul, vagy mi van. Tehát egy icipicit hosszabban gondolkodom, amit még mondjuk tudok kezelni, és nem lapul le, de jobban formázható, mint a mostani. Hát meglátjuk, hogy mi lesz ezzel. Volt még nálam két szemfesték egy ilyen kis duótartóban, ezek már nincsenek a helyükön, úgy látszik, hogy eltávolítottam őket. Kell a púder szemfestékekről van szó, ugyanis ők ugye alapvetően ásványi szemhéjpúderekkel dolgoztak, és nagyon sokáig csak az a laza állagú téges termék volt elérhető, de valamikor azt hiszem most az elmúlt ősz folyamán úgy döntöttek, hogy préselt termékeik is lesznek. Vannak egyébként pirosítók, és vannak a szemfestékek, és ezek közül vittem el kettőt. Úgy emlékszem, hogy a legvilágosabb satírozó volt az egyik, amelyel ugye a smink szélét tudtam szépen elsatírozni, a másik pedig egy csodálatos májva árnyalat. Eszméletlen szépek egyébként ezek a szemhéjpúderek, úgyhogy fogok én szerintem erről a márkáról még így beszélni itt részletesebben. Lehet, hogy nem csak kedvencek között, hanem nagy valószínűséggel végre elindítanék egy olyan sorozatot, ahol egy-egy márkáról beszélek röviden, és csak arról, és így koncentráltan. És a Kella púder abszolút méltó arra, hogy egy ilyen videót kapjon, mert eszméletlen jók az ecsetek, a szemhéjpúderek, a rúzsokért teljes mértékben rajogok, de ezt majd úgyis mindjárt meglátjátok, ugyanis kizárólag Kella púder rúzsokat vittem magammal Bulgáriába, mert annyira elégedett vagyok velük, hogy igazából úgy döntöttem, hogy nincsen szükségem másra. Mielőtt azonban rátérnék a rúzsokra, szeretném megmutatni, hogy milyen ajakápoló volt nálam. Nos, pont ott, mielőtt elmentünk nyaralni, kaptam ajándékba néhány Forever Living Products terméket egy nagyon kedves követőmtől. Őt Rékának hívják egyébként, és azt kérte, hogy jelezzem, hogy ha bárkinek még nincs ilyen elérhetősége, hogy honnan is szerezze be ezeket a termékeket, akkor nála lehet jelentkezni, úgyhogy ha bárkit érdekel, írjon nekem, és összehozom Rékával. Egyébként én már régről ismerem ezt a márkát, és nagyon-nagyon szeretem, és a másik termék, amit kaptam, az egy kézfertőtlenítő volt. Azzal is nagyon elégedett vagyok egyébként, ugyanis amellett, hogy fertőtleníti a kezeket, hidratál is, tehát nincs arról szó, hogy mondjuk az alkohol rendkívüli módon kiszárítaná a bőrt, hanem egyben már hidratálást is tartalmaz. És az ajakápolójuk egyébként az egyik leghíresebb és legnépszerűbb termékük, mert amellett, hogy ajakápolására is jó, többek között lehet rakni például szúnyogcsípés, ugyanis a benne lévő aloe vera nyugtatja a bőrt, kicsit leégett, kisebb területekre is fel lehet vinni belőle, tehát eléggé multifunkcionális termék. Régről ismertem, és nagyon örültem, hogy ismét az enyém lehet, úgyhogy ezt vittem magammal, mert hát ott ugye a nap miatt, meg a sós víz miatt az ember ajka kiszáradhat, tehát még a sminkelés elején bekentem az ajkamat, hogy miközben a többi részét alkotom meg az arcomnak, beszívja szépen ezt a terméket, és erre rúzsoztam, és mindjárt mutatom, hogy melyik árnyalatokkal. És hát itt van az a három Kella púder rúzs, amelyet magammal vittem. Szerintem jelenleg 7 árnyalat van a birtokomban. Nagyon-nagyon szeretem őket. Eszméletlen, tehát valóban hidratálják az ajkakat, mert van bennük mély viasz. Volt nekem olyan szinten kicserepesedett szám az egyik tél folyamán, múlt tél folyamán, tehát nem most, hanem tavaly ilyenkor, hogy semmi nem tudott vele mit kezdeni. Próbáltam a kókuszolajat, és próbáltam egyéb hidratáló termékeket is, de valahogy nem akart begyógyulni ez a dolog, és aztán végül is felkentem, hogy kell a puder rúzs, mert úgy döntöttem, hogy nem érdekel, tehát nem járhatok folyton csak ajakápolóval az ajkaimon, és jobb lett a helyzet, úgyhogy nagyon tudom ajánlani, mert valóban ápoló rúzsokról van szó, és egyedülálló módon fém kis tokjuk van, úgyhogy nagyon minőségi hatást keltenek. A legtöbb esetben ugye műanyagtokos rúzsok vannak, még a MAC esetében is, és hát azt talán már tudjátok, hogy én a MAC rúzsokért nem vagyok oda, mert szerintem nem jók úgy különösképpen, tehát nem, semmi extrát nem nyújtanak, szerintem egy Avon rúzs jobb náluk, és ráadásul az illatuk sem olyan, hogy én szeretném őket, úgyhogy nem szeretem, ugyancsak egyet próbáltam, ez tény, hogy csak egyetlen egyet próbáltam, de a MAC rúzsokról mindenki úgy nyilatkozott, hogy veszel egyet, és örökre a függője leszel, nem, viszont kell a puder rúzsoknak abszolút, és 3 árnyalatot vittem, egy Joy nevűt, amely egy nagyon-nagyon élénk árnyalat, egy Impulse nevűt, amelyik szintén, és egy Julia nevűt, amelyik az én tökéletes nude rúzsaim egyike, egy icipicit lilás árnyalatú lesz az ajkam tőle, de alapvetően olyasmi jellegű marad, mint amilyen természetesen is, úgyhogy nem hat idegenül és bármilyen sminkhez felkelhető, és hát szerintem én most ismét mutatok nektek mintákat, hogy miről is van szó, felkelem a kezemre és mutatom egy pillanat. Itt vannak tehát sorban Joy,
Julia és Impulse. Ez ugye egy abszolút igazi vörös, de hidegbe hajló vörös rúzs, nagyon-nagyon dögösen néz ki. A Julia, amit említettem, hogy tényleg egy picit lilásabb lesz tőle az ajkam, de egyébként nagyon jól illik a bőrömhöz, a hajamhoz, mindenhez, tehát nude jellegűnek nevezhető még az én számon, és a Joy az, amelyik egy ilyen nagyon szép kis korallos árnyalat, tehát élénkebb fajta, és ilyen nagyon vidám és nyára tökéletes, nagyon-nagyon jók, és igazából van egy icipici illatuk, de egyáltalán nem túlárazó, tehát nincs az, hogy felkenés közben is zavar, és aztán később is még érzem, mint a megrúzsoknál, hanem ha közelről megszagolom, akkor persze érezhető, de egyébként pedig abszolút nem zavaró jellegű, úgyhogy nagyon-nagyon-nagyon tudom ajánlani, tényleg csak hiperlatívuszokban tudok beszélni a kaprúzsokról, szerintem érdemes ellátogatni, és egyébként jelenleg éppen 20%-os akció van érvényben. Ezeket vittem tehát magammal a nyaralásra, remélem, hogy hasznosnak találtátok a videót, és esetleg néhány új termék tippel is gazdagodtatok. Írjátok meg mindenképpen kommentben, hogy ti miket szoktatok magatokkal vinni így sminktermékek terén, hogyha nyaralni mentek, hogy szerintetek ez egy normális mennyiség, vagy kevesebb, mint amit ti visztek, vagy netán egy óriási mennyiség, mert ti mondjuk egy szempillaspirált visztek csak magatokkal és egy szájfényt. És most, hogy ezt mondom, igen, a szempillaspirál az az, ami nincsen itt, hiszen azóta már kiselejteztem, és ott várja az elfogyott sminkek között, hogy beszéljek róla. A Lash Princess volt velem az Essence kínálatából, jelenleg is használok egy másik példányt egyébként, az egyik legeslegjobb szempillaspirál a világon. Egyetlen egy gondom van vele, ez pedig az, hogy a drogériában nem fóliázzák le, én nem bízom abban, hogy valaki nem nyitotta ki előttem, és esetleg nincs kiszáradva, mire én hazaviszem, úgyhogy most éppen egy Pixi Boxos vagy Pixi Bag-es változatot használok belőle, volt egy példány az egyik Pixi Bag-ben, és ezt tudom most használni, de egyébként nem tudom, hogy honnan merjen beszerezni, úgyhogy ha van valamilyen tippetek, hogy honnan érdemes ezt megvásárolni, mondjuk valamilyen online shopból, ahol biztos, hogy szűzterméket kapok, akkor legyetek szívesek és írjátok meg nekem a megjegyzéseknél. Köszönöm, hogyha itt voltatok velem, gyertek máskor is, és legyen nagyon szép napotok. Sziasztok! És még egy nagyon-nagyon fontos információ, az Instagram fiókomat egyre inkább érdemes követni, ugyanis nemrégiben elkezdtem az Insta Story funkciót is használni, és ott ilyen rövid terméktippeket adok, valamint bemutatom, hogy mondjuk mit vásároltam, esetlegesen tesztek előtt megmutatok már színmintákat egy-egy palettáról, hogyha kéritek, valamint a napi sminkem elemeit szoktam elmondani, például erről a sminkről is szó esett, bár ezt szerintem már pont nem fogjátok látni, mire odaérek, de érdemes feliratkozni, és érdemes követni a blog. Ott is.